Sziasztok! A mai videóban fogom nektek mutatni ezt a szobát. Szóval akkor nézzük is. Itt bejövünk az ajtón, akkor itt van anyukámnak a cipője, vagy milyen. És itt még bent van egy hely, ott szokott az én csizmám lenni, csak most nincs ott. Itt egy ilyen kis szekrényke. Au! Itt egy ilyen jó nagy szekrény, azt mondtam már egy kis. Ott fönt található egy ilyen, nem tudom, hogy mi van ráírva, ami tolnai népúság, almanach. Nem tudom, mit jelent. Én sem tudom, mit jelent. Hát miért tudnám. Itt fönt, azt hiszem, nincsen semmi, nem tudom. És oda közelítettem. Jó. Aztán, ha ezt a szekrényt kinyitjuk, akkor hát ezt a látványt látjuk. Itt van tulajdonképpen az én táncos ruhám, a bőcsim, a törölközöm, a köntösöm, anyukámnak az egyik blúza, az iskolai kabátom, tesómnak a zakója vagy milyen, nekem egy ilyen kis belebújós kis kabátka, és végül egy rózsaszín hosszú valami. Ott alul pedig még ilyen cuccok vannak, mit tudom én, iskolatáska, meg ilyenek. Szóval igen. Pillanat, csak be kell csukjam a szekrényt. Jó. Na. Ha itt eljövünk, akkor itt szintén található egy ilyen kis szekrény. Ebben sincs semmi. Ezt már látom. De itt viszont van egy Barbie sapka. Itt van egy ilyen kis házikó, itt fokok voltak, úgy mint ez, és ceruzák voltak benne, csak már adattuk az unokatestvére unokahúgomnak, és hát már ugye nincsen. Szóval igen. Itt van egy ilyen kis hercegnős doboz, ami fel van nyitva. Hoppa, na próbálom lecsukni. Igen, le is tudtam csukni, és hát ezt így lehet sima dísznek, vagy mit tudom én, minek. Szóval igen. Aztán itt vannak még ilyen matricák. Van ilyen, ilyen csingilingás, meg ilyen babás. Tulajdonképpen ilyen babás. Aztán még itt van egy könyv, ezt én szoktam olvasni, az őrület sztár lettem. Ezt pedig iskolába kaptam. Hát valami ez szép mesék, ez pedig ilyen magyar írókról szólnak, költőkről. Itt található egy ilyen fotel. Szóval itt egy, a fotelen van egy sapi, és ott egy ilyen németes kis valami. Ott pedig egy ilyen festmény, vagy mi. Itt van az íróasztalom. Az íróasztalon található egy sapka, egy ilyen recept valami, egy mateklap, és egy ilyen mappa, egy lámpa. Itt ez gumicukor. Poharak, amiben különböző ceruzák vannak, ezt Ritától kaptam, a tesómtól. Itt egy bélyeg, ami anyujé. Egy ilyen lámpa, csak ez nem működik. Itt vannak a sminkjeim, pillanat. És igen, szóltanak a sminkjeim. Hát ágyat már láttatok, gondolom, és szekrényt is, szóval ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és mindenképpen kommenteljetek ezen a... és még egy bejelentő videót szeretnék nektek mondani, hogy nem hagyom abba a videózást, meg semmi nyugi, csak írjatok kérdéseket mindenképpen, mert lesz egy kérdezfelelek videóm is, úgyhogy. Sziasztok!